Welcome to Word of Life Hungary Bible Institute Chapel today. Isten hozott benneteket az Életszava Biblia Iskola áhítaten. We've got a really exciting chapel, I think, for you today. Egy nagyon izgalmas áhítat előtt állunk. And we're going to be inviting Chris James to come here. Először is Chris James fog jönni. And he's going to be sharing a couple of really exciting videos that we're going to see. És néhány izgalmas videót fog bemutatni nekünk. Hi there. We'd like to share some updates and prayer requests from people around the world. I'll be translating myself for this just to keep it simple. Szóval szeretnénk megosztani néhány hirdetést, imakérést emberektől, barátainktól a világ különböző tájairól, majd magamat fordítom, tolmácsolom az egyszerűség kedvéért. So first of all, one of our graduates, Holly Boswell, as she was when she was a student here, and her husband Tony, moved to Uganda on January 20th, they're there now with their four children. Tony is a doctor. That Holly Boswell was egyik végzett diákunk, férjével együtt Tonyval, Ugandába költöztek, most január 20-án, nem is olyan rég, a négy gyermekükkel. Tony egy orvos, és ott úgy fog szolgálni. One of their prayer requests would be that God would sustain their community's gardens. Right now, that is a main source of food, as there are many travel restrictions. So please pray that God would keep people nourished and healthy there. Az egyik ima kérésük, hogy Isten fenntartsa a községük kertjét, az egyik fő módja, hogy élelmet kapnak ott a községben, most, hogy így nagyon sok utazási tilalom van. Also, they are distributing Bible studies, even though they're church cannot necessarily meet as it did before. They are going and sharing God's word through Bible studies that they are giving to people. Please pray that during this time when people maybe can't travel as much, that they would take the time and God would work in their hearts. Imádkozzunk azért, hogy Isten igéje továbbra is átformálja a falujukat. Most Biblia tanulmányokat osztanak, bár a gyülekezetük nem tud feltétlenül úgy találkozni, mint eddig. Most lehet, hogy több idejük van az embereknek otthon olvasni, és vagy más formában Isten igéjét tanulmányozni. Imádkozunk azért, hogy Isten igéje munkálkodjon bennük. And also, let's pray that God would keep the virus from the region. It is not too serious there right now, but we know that with the healthcare systems in many parts of Africa, Uganda included, if it hits the people there, a lot of poor people, not very well-equipped hospitals, it could be a very serious situation indeed. So let us keep them in our prayers, especially as Tony's a doctor, that might, even if things go bad, that might be a way that Tony can share the gospel with others. Imádkozzunk azért, hogy Isten távol tartsa a vírust a régiótól. Tudjuk, hogy Afrika sok helyén talán nincsen olyan jó egészségügyi ellátás, nincsen annyi kórház, nincsenek úgy felszerelve. Imádkozzunk azért, hogy az emberek egészségesen maradjanak, illetve hogyha mégsem, akkor lehet, hogy Tonynak ez egy jó lehetőséget adna arra, hogy az evangéliumot megossza. Imádkozzunk azért, hogy Isten akarata legyen meg, és hogy egészségben maradjanak az emberek. And then also, we'd like to share an encouraging update from our contact with one of our missions conference projects. Emellett szeretnénk egy bátorító hírt megosztani veletek az egyik kontakt emberünktől. Talán emlékeztek az egyik projektre, ami a missziós konferencián gyűjtöttünk, illetve ígértünk adományt. Since this is online, so for security reasons we're only saying that this is in South Asia. You may remember we saw in February a video from the young man who is leading this project, this translation project. The voice you'll hear in this video is actually his wife. Tehát mivel ez interneten megy, egyenlőre csak annyit mondunk, hogy ez Dél-Ázsiában van ez a projekt. Talán emlékeztek arra, hogy februárban láthattunk egy videót ettől a fiatalembertől, aki ezt a projektet vezeti, ezt a fordítási projektet. A videóban a hang, akit majd hallotok, és feliratozva lesz magyarul, a hang, akit hallotok, az ő felesége. So the large translation project has already begun,
And though the pandemic has given some difficulties, I hope you'll find this encouraging to see how God has been using them during this time as well in unexpected ways. Please keep them in your prayers, as the faith promise we made at our conference will be really crucial in allowing the translation to be completed. Dat als een nooit voorditasje project, om hier uit te tunken. Je geeft tunken als maar elkes duurt, is bar jelent dat neem je nehézséget ez az egész világjárvány. Remélem, ez egy bátorítás lesz számotokra. Látni azt, hogy ezekben a napokban is hogyan használja ezt a családot Isten, talán váratlan és módokon. Kérlek, imádkozzatok továbbra is értük. A hitből tett ígéretünk nagyon-nagyon nagy szerepet fog játszani abban, hogy ez a fordítási projekt ezt véghez is tudják vinni. These are our streets. It's our neighborhood. The concrete jungle of a city that we live in went from nonstop sounds to a silent, bird-chirping place in just a matter of hours. 1.4 billion people were told one Tuesday night at 8 p.m. that starting at midnight, the country was to go on a complete lockdown for 21 days. Most were not prepared. The streets were filled, and the next day, empty. The lockdown has continued for 3 more weeks and may continue even longer. Only 6 weeks after our family arrived to the country, everything locked down. A door that is locked is hard to get through, but not for God. Many online platforms allow us to disciple and empower young people now more than ever. Every week, we gather with young people in our area to pray and study God's word together. Just when everything in our purpose here seemed to be hindered, He opened a door for even more ministry than we could ever imagine. Connections with over 65,000 churches, and all because of the lockdown, an opportunity to serve. We don't see this as lost time, but as a time that God wanted to change our strategy to reach young people. It is still His mission, and nothing is going to change that. As for our family, we have been in our flat for over 1 month without leaving. We are blessed to have health, home, and the necessary food that we are getting. The kids' schools have been online, and they are doing extremely well and beyond what we could imagine. Crisis can be a problem or an opportunity to grow closer to people and to build stronger relationships. People are searching for truth, and this is the time to shine as bright as possible. You can pray for us to continue to have contact with local believers, to build deeper relationships and heart relationships in order to empower them for the ministry. Pray that we can be light when everyone sees darkness. Pray that God will be evident to them and that our neighbors, food vendors, and security personnel can see us and see the peace we have that is beyond understanding, and that they would be triggered to say, "I want that same peace," and that we would have the boldness to share that good news with them. And so from the remnant that we have of students that are still here, a maradéktól, azoktól a diákoktól, akik itt vannak még a területünkön, we have a special song just before today's message. Egy különleges dalt fogunk meghallgatni a mai igei üzenet előtt. Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. Nagy neved hívom én,
felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiéd. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will bless in your embrace, for I am yours and you are mine. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, és bárhová hisz menjek. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Well, we have been studying together the Lord's Prayer. Az Úr imádságát tanulmányoztuk együtt. And we have seen that the Lord's Prayer was not given to us simply as a formula to be recited. It was given to us as a pattern to follow. És láttuk azt, hogy az Úr imája nem azért adatott, hogy csak monotonon ismételgessük, hanem ez egy minta volt, amit követhetünk. In Luke 11, Jesus said to his disciples, "Whenever you pray, pray like this." A Lukács 11-ben Jézus azt mondta a tanítványainak, amikor imádkoztok, így imádkozzatok. And we remember that the first thing that Jesus told us to do in prayer is who we should pray to. És emlékeztek, az első dolog, amit Jézus tanított nekünk, az az volt, hogy kihez imádkozzunk. And we saw that God in this present age wants his name to be known as Father. És láttuk azt, hogy
A mai korunkban Isten azt szeretné, ha atyánknak szólítanánk őt. That's the name he wants us to know him by. Ez az a név, amin szeretné, ha ismernénk őt. We are to pray our Father in heaven. És így kell imádkoznunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. And that reminds us of his grace and his love. És ez emlékeztet minket az ő szeretetére és az ő kegyelmére. We are coming to the one who has adopted us into his family as his children. Ahhoz jövünk, aki befogadott minket az ő családjába, mint gyermekeit. And the price of that adoption was nothing less than the life of his own very son. És ennek az ára nem kevesebb volt, mint az ő egyetlen fiának a drága vére. What a privilege. Micsoda kiváltság. For those of us who grew up in a home with a wonderful father, we realize that he is infinitely more than the best father on earth. Számunkra, akik egy szerető édesapával nőttünk fel, tudhatjuk azt, hogy Isten még sokkal több, mint a legjobb földi édesapa. And for those of us who did not grow up with a good earthly father, we are reminded of the fact that he is everything that our earthly father failed to be, and so very much more. És azok számára, akik nem egy szerető édesapával nőttek fel, ez azt mutatja, hogy Isten sokkal több, sokkal jobb, mint amit egy akármilyen földi apa nyújthatna, és még ennél is jobb. We have a father. Van egy atyánk. And by his choice and by his grace, we are part of his family, and we share that relationship with all of the family, all of the community. És az ő döntéséből kifolyólag, az ő kegyelme folytán ennek a családnak a tagjai lehetünk, és megoszthatjuk a közösségünket sok más hívővel is. So we are to pray our Father in heaven. Tehát így kell imádkoznunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. And we have been seeing that after that the Lord Jesus gives us three petitions or prayer requests that we are to follow. És láttuk azt, hogy ezután a megszólítás után Jézus ad nekünk három kérést, amit követhetünk. The first three are the so-called he requests. Három olyan kérést, ami őre vonatkozik. They are the things that are the center of the heart and activity of our heavenly Father. Ezek olyan kérések, amik a mi mennyei édesatyánk szívében vannak, amik az ő leghőbb vágyai. And then following that, we have the we requests. És ezt követi három mi kérés. And they are expressive of the greatest things and needs in our own lives. Ezek pedig azoknak a szükségeknek és hiányoknak a kifejeződései, amikre szükségünk van. We will find out that those three requests center around our daily provision, our forgiveness, and our need for guidance. És látni fogjuk, hogy ez az utolsó három kérés, ami napi szükségeinkre vonatkozik, a megbocsátásunkra, és arra, amire szükségünk van az élethez. But we start off centered with God. De azzal kezdtük, hogy Isten van a középpontban. And you remember in this first section there are three basic areas of request. És emlékeztek arra, hogy ebben az első részben három alapkérés van. Cause your name to be central. Tedd azt, hogy a te neved a középpontban legyen. Cause your kingdom to come. Tedd azt, hogy eljöjjön a te királyságod. Cause your will to be done on earth as it is in heaven, which is the one we're going to be looking at today. Tedd azt, hogy a te akaratod úgy valósuljon meg itt a földön is, ahogy a mennyben megvalósul. Now we've spent a lot of time talking about this pattern of prayer. Sok időt töltöttünk azzal, hogy erről a mintáról beszélgettünk. And there is a reason for it. És ennek van egy oka. Because when we follow this pattern of prayer, it is transformative spiritually in our own lives. Mert amikor követjük ezt a mintát az imádságainkban, akkor ez megváltoztatja az életünket. When I pray, cause your name to be central. Amikor azt kérem, hogy okozd azt, hogy a te neved a központban legyen. I am conforming what is central in my life to what is central to God's heart.
akkor azt igazítom, ami az én életem központjában van, ahhoz, ami Istennek a legfontosabb. And that is his name, that is his fame, that is his reputation on this earth. És ez nem más, mint az ő neve, az ő híre, az ő hírneve ezen a földön. When I pray, cause your kingdom to come. Amikor azt kérem, hogy hozd el a te királyságodat. I am conforming the purposes of my life to God's purposes here on earth. Akkor az én életem céljait az Isten céljaihoz igazítom. God's kingdom is coming in all of its glory someday. Isten királysága eljön az ő dicsőségében egy nap. But until that day comes, he is calling out from every tribe and tongue and nation those people who will take part in that kingdom through redemption in Jesus Christ. De addig a napon ő hívja minden törzsből és népből azokat, akik részesei lesznek ennek a királyságnak, akik átadják az életüket Jézus Krisztusnak. And obviously when I pray, God, cause your will to be done. És amikor azt imádkozom, hogy legyen meg a te akaratod, I'm conforming my will to his will. Akkor az én akaratomat az ő akaratához igazítom. Jesus was not necessarily saying, now you have to use these exact words, cause your kingdom to come, cause your name to be central, although of course we can certainly do that. Jézus nem azt mondta, hogy ugyanezeket a szavakat ismételgessétek, hogy szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, bár nyilván megtehetjük. He is saying, these are the themes that should come first and be central in our prayer lives. De ő azt tanította, hogy ezek a dolgok első helyen kell, hogy legyenek az imáinkban, a középpontban. Now when you pray this way, something happens in your heart. És amikor így imádkozol, valami történik a szívedben. You see, as we pray about the things that are central to our Heavenly Father, látjátok, amikor olyan dolgokért imádkozunk, amik fontosak Istennek, that puts us in a proper mindset and a proper attitude to deal with the things that we must deal with here in this earth. Akkor ez segít nekünk egy megfelelő gondolkodásmódot és egy megfelelő hozzáállást kialakítani ahhoz, hogy mi fontos Istennek. You know, in our 21st century, so often prayer is really not much more than a shallow selfie. A 21. században az imádság sajnos sokszor nem több, mint egy ilyen sekélyes selfie. Self-centered. Önközpontú. Our prayer life consists very often of giving God a to-do list of things that we want him to accomplish for us. Az ima életünk sokszor abból áll, hogy oda nyújtunk Istennek egy ilyen tennivaló listát, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy ő megtegyen értünk. God, help me have money for that new car. Uram, add, hogy legyen pénzem arra az új autóra. God, please don't let me get sick. Uram, kérlek, add, hogy ne legyek beteg. God, give me a boyfriend, give me a girlfriend. Istenem, kérlek, adj nekem egy udvarlót. God, please, please make him ask me to marry him. Kérlek, tedd azt, hogy feleségül kérjen, vagy. And we have our list. És van egy listánk. It's our to-do list that we present to God. A tennivaló listánk, hogy lista, hogy ezt kell Istenünk megtenned értünk. My, how different the pattern of the Lord's prayer really is. Mennyire más az a példa, amit Jézus ad nekünk az imádságra. As we follow Jesus' pattern in prayer, do you know what this looks like? Amikor követjük ezt a mintát, amit Jézus ad nekünk, tudjátok ez hogy néz ki? Do you know what this really is? Tudjátok ez, hogy ez igazából miről szól? As we pray, amint imádkozunk, our Heavenly Father is inviting us to partner with him to seek the things that are most important and central to him. Ami mennyei édesatyánk arra kér, hogy csatlakozzunk hozzá azokban a dolgokban, amelyek neki fontosak, amelyek neki vannak a középpontban. Students, staff and guests, that is the reality of when we begin to really pray. Diákok, munkatársak, ezt jelenti az, amikor igazán elkezdünk imádkozni. I have a dear friend who used to say this. Van egy kedves barátom, aki mindig a következőt mondta. Acquaintance with God is not hastily made.
az ismeretség Istennel nem septében alakul ki. You don't just blow into God's presence, open up your to-do list as if God is some sort of a heavenly Santa Claus, and then we go on with our lives. Ez nem úgy történik, hogy oda rohanok Isten jelenlétébe, benyújtom neki a listámat, mintha ő lenne egy ilyen mennyei Mikulás, és aztán megadja mindazt, amit kértem. When we approach our Heavenly Father, amikor a mennyei édesatyánk jelenlétébe lépünk, we begin with what is at the center of his heart. Akkor azzal kell kezdenünk, ami az ő szívének a középpontjában van. Plan. És ami az ő terve. And his will. És ami az ő akarata. And so today we come to the third of those he prayer requests. Úgyhogy ma jutottunk el a harmadik kéréshez, az őre vonatkozó kérések közül. It sounds like this in our English translations, your will be done on earth as it is in heaven. Ez a magyar Bibliánkban így van fordítva, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. But as we have learned, really it is stronger than that. De amint hallottuk korábban, ennél sokkal erőteljesebb a kérés. It is cause your will to be done on the earth as it is done in heaven. Tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy okozd azt, hogy a te akaratod úgy megvalósuljon itt a földön, mint ahogy a mennyben is. Now that brings us to ask a few questions. Hát ez felvet bennünk néhány kérdést. The first one is this. Az első. How is God's will done in heaven? Isten akarata miként valósul meg a mennyben? Cause your will to be done on earth as it is in heaven. In order to pray that, we need to have some concept of how God's will is done in heaven. Ha meg akarjuk érteni, hogy hogyan valósíthatja meg Isten akaratát itt a földön, úgy, mint a mennyben, akkor tudnunk kell, hogy ez hogy történik a mennyben. I would like to suggest to you that there are three things that characterize how God's will is done in heaven. Három dolgot szeretnék említeni, amiről úgy gondolom, hogy így valósul meg Isten akarata a mennyben. Number one. Először is. Disobedience is not considered an option in heaven. Az engedetlenség nem egy választási lehetőség a mennyben. As God commands and as the angels in heaven and those that are there hear God's commands and his will. Amikor Isten parancsol, és a mennyei angyalok hallják Isten parancsát ott a mennyben. I will guarantee you, my friend, that there is nobody in heaven that says, God, tell me what you want, and I will decide whether I will do it or not. Garantálom nektek, hogy nincs egyetlen angyal sem a mennyben, aki azt mondaná, hogy Isten, mondd el nekünk, hogy mit szeretnél, és akkor majd én eldöntöm, hogy engedelmeskedem, vagy sem. I'll think it over. I have a free will, you know. Végig gondolom, ugyanis szabad akaratom van, nem? So I'll decide then whether or not I'm going to obey. Úgyhogy majd eldöntöm, hogy engedelmeskedem, vagy sem. No, do you know how it works in heaven? Nem. Tudjátok, hogy működik ez a mennyben? It works like this. A következőképpen. Oh God, tell us what your desire and will is so that we may joyfully obey it immediately. Ó Isten, mondd el, hogy mi a te vágyod, a te akaratod, hogy aztán örömmel és azonnal engedelmeskedhessünk neked. It is done in a wonderful way. Ez egy csodálatos módon valósul meg. John MacArthur in his commentary on Matthew said it this way. John MacArthur a Máté evangéliumáról írt kommentárjában a következőképpen magyarázza ezt. In heaven, obedience is done like this. A mennyben a következőképpen valósul meg az engedelmesség. Unwaveringly, meaning there's no going back and forth in debate. Rendületlenül, ami azt jelenti, hogy nem ingadozva jobbra-balra. Completely. Teljes mértékben. Sincerely. Őszintén. Willingly, szándékosan, fervently, buzgón, readily, készségesen, swiftly, gyorsan, and constantly, és állandóan. Those are pretty good words.
Ezek elég jó kifejezések, nem? You see, in heaven, obedience is a way of life. Látjátok, a mennyben az engedelmesség egy életstílus. But we tend to think of it very differently here on earth, don't we? De itt a Földön mi hajlamosak vagyunk másként gondolni erre. We tend to think of it this way. Hajlamosak vagyunk így gondolkodni erről. Well, I'll listen and I'll think it over and I'll decide. Hát meghallgatom, végig gondolom, aztán eldöntöm. We have this expression that we use that I really don't care for at all, I've got to be honest. Van egy kifejezés, amit gyakran használunk, ami egyébként szerintem egyáltalán nem jó. We talk about surrendering to the will of God. Azt szoktuk mondani, hogy alárendelem magam Isten akaratának. It's kind of we're battling, should I obey or disobey? Mintha azt mondanánk, hogy azzal küzdök, hogy most engedelmeskedjek, vagy ne. I really don't want to do this. Igazából nem akarom ezt megtenni. Oh, it's going to be so hard. Jaj, olyan nehéz lesz. Oh, no, really, God, you really want me to do this? Oh, ne, Uram, te tényleg azt akarod, hogy ezt megtegyem? All right, I surrender. Na jó, alárendelem magam. I hear people talking about surrendering to the mission field, surrendering to the mission, to the ministry. És hallom azt is néha, hogy emberek azt mondják, hogy alárendelem magam a szolgálatnak, a missziónak. May I say something? Hadd mondjak valamit. It's not about surrender. Nem az alárendeltségről van szó. It's about immediately and with joy embracing the will of God because we have already decided beforehand that we will obey. Hanem arról van szó, hogy örömmel és azonnal engedelmeskedem Isten akaratának, mert már korábban eldöntöttem azt, hogy engedelmes leszek neki. Because that's the way it is in heaven. Mert így történik ez a mennyben. You see, in heaven there is complete trust in God's wisdom and God's plan. Látjátok, a mennyben teljes mértékben bíznak Isten dicsőségében, Isten bölcsességében és tervében. In heaven there are no committee meetings of angels trying to decide whether God knows what he's doing or not. A mennyben nincsenek ilyen angyali gyűlések, ahol megpróbálják eldönteni, hogy vajon Isten mit csinál, és engedelmeskedjünk-e vagy sem. There is no debate. Nincsenek viták. The issue is already settled. A lényeg már el van döntve. Here we are, O God, to obey. Itt vagyunk, ó Istenünk, hogy engedelmeskedjünk. Just tell us your will, and we will obey it with joy and completely. Csak mondd el, hogy mi az akaratod, és mi örömmel és teljes mértékben engedelmeskedni fogunk. And that's how God's will is done in heaven. Tehát így valósul meg Isten akarata a mennyben. Now we can ask another question about this. Aztán feltehetünk egy másik kérdést is ezzel kapcsolatban. Why is God's will not done on earth as it is in heaven? Why isn't that happening on earth and even in the lives of believers? Miért nincs meg Isten akarata a Földön, mint ahogy a mennyben, és időnként még a hívők életében sem? We know all too well that God's will is not being fulfilled on earth as it is in heaven. Nagyon is jól tudjuk, hogy Isten akarata nem valósul meg úgy itt a Földön, mint a mennyben. If it was, God wouldn't ask us to pray this prayer, would he? Mert ha így lenne, akkor Isten nem kérné tőlünk azt, hogy ezt az imádságot imádkozzuk. So why is God's will not done on earth as it is in heaven? Tehát miért nincs meg Isten akarata a Földön, mint a mennyben? I'd like to suggest a couple of reasons. Szeretnék néhány okot felsorolni. Number one, az első, every human being has an inborn tendency to rebellion, and that is called in the Bible the sin nature. Minden emberi lénynek van egy vele született lázadó természete. A Biblia ezt a bűnös természetünknek nevezi. Therefore, we want to be the king. Vagyis mi akarunk lenni a királyok. We want to be the decider. Mi akarunk lenni azok, akik döntést hoznak. We want to be the director of our own lives. Mi akarjuk a saját életünket irányítani. And the world looks at that and the world values that. És a világ, amikor erre néz, akkor ezt értékeli. Many years ago, a singer named Frank Sinatra made millions of dollars singing a song called My Way. Évekkel ezelőtt egy Frank Sinatra nevű énekes
dollárokat keresett azzal, hogy egy olyan dalt énekelt, hogy az én utam. And this whole song was about the idea that of everything that happened in my life, the greatest joy that I have is I did it my own way. És ez az ének arról szól, hogy minden, ami az életemben történt, ezek közül a legnagyobb örömet az okozta, amit úgy tehettem, ahogy én akartam, az én utam szerint. That's the thinking of fallen man. Hát ez a bukott ember gondolkodása. But it should not be the thinking of the redeemed. It should not be the thinking of those of us who know Jesus Christ as their Savior. De a megváltottaknak, nekünk, akik ismerjük Jézus Krisztust, mint megváltónkat, nem ez kell legyen a gondolkodásmódja. If we are going to mirror doing God's will as it is in heaven, this is what we're going to do. Hogyha tükörképek akarunk lenni, azt tenni, úgy megvalósítani Isten akaratát a földön, mint ahogy a mennyben is van, akkor nem így kell élnünk. Tell us God what you want. It's okay with us. Akkor azt kell mondanunk, mondd el, Uram, hogy mit akarsz, nekünk ezt szeretnénk tenni. May I ask you a question? Hadd tegyek fel egy kérdést. Don't you think it is the height of arrogance to tell the sovereign, omnipotent God, thank you, but I'll decide on my own whether it's worthwhile to obey you. Nem gondolod azt, hogy a büszkeség csúcsa az, amikor azt mondom Istennek, hogy köszönöm, hogy elmondtad, hogy mit szeretnél, én azt fogom csinálni, amit én akarok. I'll be the judge of that. Én leszek ennek a döntőbírója. I'll make that decision. Én fogom meghozni ezt a döntést. We have that inborn tendency to rebellion, and we like that, don't we? Ott van bennünk ez a velünk született lázadás, és ez tetszik nekünk. The world values that, doesn't it? Mert a világ ezt értékeli, nem? But I will assure you that that is not the way God's will is done in heaven. De biztosíthatlak, hogy Isten akarata nem így valósul meg a mennyben. You know, that kind of thinking really comes out of something even more basic. Ez a gondolkodásmód valami alap dologból származik. It comes out of an unwillingness to trust. Mégpedig abból, hogy nem vagyok hajlandó arra, hogy bízzak. The bottom line is this. Ugyanis végső soron erről van szó. When we think this way, amikor így gondolkodunk, what we are really saying is this. Amit igazából mondunk, a következő. God, I am really not sure if you know what's best. Istenem, tényleg nem vagyok biztos benne, hogy te tudod, hogy mi a legjobb nekem. God, I really am not sure whether you can be trusted. Istenem, nem vagyok biztos benne, hogy te megbízható vagy. So you tell me what you want me to do, and then I'll weigh it over and I'll decide. Tehát mondd el, hogy mit szeretnél, de aztán végig gondolom és eldöntöm. A heart of disobedience is a heart of unbelief at heart. Egy engedetlen szív alapja a bizalom hiánya. Here is something that can be transformative in our lives. A következő dolog átformálhatja az életünket. Instead of saying, well, I'll sit there and I'll weigh the obedience options. Ahelyett, hogy itt ülök és mérlegelem, hogy milyen lehetőségeim vannak az engedelmességre. Can you imagine what would happen if we would come into church? Elképzelitek, hogy mi történne, amikor bejövünk a gyülekezetbe? Or we would come into chapel. Vagy eljövünk áhítatra. Or we would open up our quiet time diary. Vagy megnyitjuk a csendességnaplónkat. Or we would tune into our class hours or come into class when it's live. Vagy hallgatjuk az órákat, bejövünk az osztályba, majd amikor élőben lesz ismét. And we would begin like this. És így kezdenénk. We would approach God and say. Így közelednénk Istenhez. Father, whatever you say, I believe. Atyám, bármit mondasz, elhiszem. Whatever you ask, I will do. És bármit kérsz, engedelmeskedni fogok. Instead of coming in to be critics. Ahelyett, hogy úgy jövünk, hogy kritizálni fogunk. Or, oh, I'm so tired, I don't know why I have to do this. Vagy olyan fáradt vagyok, miért kell ezt csinálni? Or, oh, the message is so boring this Sunday. Oh, ma ezen a vasárnapon olyan unalmas volt az ige. Father, show me your will. Atyám, mutasd meg a te akaratodat. And I have already determined in my heart that whatever you say, I will believe. És én már eldöntöttem a szívemben, hogy bármit fogsz mondani, elhiszem. Whatever you ask, I will do. Bármit fogsz kérni, engedelmeskedek. Immediately.
azonnal, fully, teljes mértékben. Because I trust you. Mert bízom benned. God, you decide. Istenem, te döntesz. You show me. Te mutasd meg. And whatever you decide is fine with me. És bármit döntesz, jó lesz nekem. Some of you are struggling with online studies. Néhányan küzdködtök az online órákkal. I challenge you that before you turn that computer on and begin your studies, you come with that heart to God. Hát ez a kihívásom. Mielőtt bekapcsolod a számítógépet, hogy megnézd az órát, ilyen szívvel gyere Istenhez. Because you say, see, we cannot pray that prayer. Cause your will to be done on earth as it is in heaven. Mert nem imádkozhatjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, úgy a földön, mint ahogy a mennyben is. If we are unwilling for that to be happening in our own heart, first of all. Hogyha nem állunk készen arra, hogy először ez a mi szívünkben történjen meg. Now, what does all of this mean for us? Nos, akkor mit jelent ez személyesen számunkra? What does it mean for us today? Mit jelent ez ránk nézve? Obviously, to pray, cause your will to be done on earth as it is in heaven. Nyilvánvalóan imádkozzuk azt, hogy legyen meg a te akaratod itt a földön, úgy, ahogy a mennyben is. It's a commitment to personal obedience. És ezzel elkötelezzük magunkat a személyes engedelmességre. You see, students and staff and guests, prayer at its heart has to do with allegiance to God. Látjátok, diákok, munkatársak, vendégek, az imádság elsősorban egy hűségnyilatkozat Isten felé. It is an expression that God is the primary loyalty in my life. Egy kifejezése annak, hogy elsősorban Istenhez leszek hűséges. It is a commitment to trust him. Egy elszántság arra, hogy bízni fogok benne. Without conditions. Feltételek nélkül. Without knowing the whole picture. Anélkül, hogy ismerném a teljes képet. Because you see, he's our heavenly father. Mert ő a mi mennyei édesatyánk. And when we pray, cause your will to be done on earth as it is in heaven. És amikor azt imádkozzuk, hogy okozd azt, hogy meglegyen a te akaratod itt a földön, úgy, mint a mennyben is. That is first of all applicable to my own personal life. Akkor ez elsősorban az én személyes életemben alkalmazható. We want to pray that for our families, staff. És aztán szeretnénk imádkozni ezt a családunkért is. Cause them to learn to follow you completely with joy. Tanítsd őket, hogy teljes mértékben is örömmel kövessenek téged. That the issue of obedience would already be decided before they even hear what it is that you ask them to do. Hogy az engedelmesség kérdését már azelőtt eldöntsék, mielőtt meghallanák, hogy mit kérsz tőlük. I pray that God would cause his will to be done in Word of Life Hungary as it is in heaven. És imádkozom azért, hogy Isten akarata megvalósuljon itt az életszavánál, úgy, ahogy a mennyben is megvalósul. That when from God's revealed word we know what his will is, that we immediately, with joy and completely, are ready to obey, no matter what the cost, because we trust him. Hogy amikor Isten kijelentett igéjében nyilvánvalóan látjuk azt, hogy mi az ő akarata, minek kell engedelmeskednünk, akkor megtegyük azt, azért, mert bízunk benne, bármibe is kerüljön ez. That's what that means for us today, to pray that prayer. Hát ezt jelenti ránk nézve ma, hogy imádkozzuk ezt az imát. And we pray that may be for all of the earth. És aztán kérhetjük ezt az egész világra. You know, these first three prayers have a great deal of similarity to them, don't they? Ebben az első három kérésben sok hasonlóság van. How do people do God's will on earth as it is in heaven? It happens that they might come to know him and therefore be those that will participate in his kingdom. Thy kingdom come. Hogyan valósíthatják meg Isten akaratát itt a földön, máshol a világban? Hát úgy, hogy hozzájönnek, hozzáfordulnak, hogy ők is ennek a királyságnak az állampolgárai legyenek. It happens that God's name is central and the name of Jesus Christ and his redemptive work is proclaimed throughout all the earth.
Ez úgy valósul meg, hogy Isten neve a középpontban van, és Jézus Krisztus munkáját hirdetik mindenfele a világban, hogy emberek megtérjenek. There's a great deal of overlap in those three petitions, isn't there? Ebben a három kérésben nagyon sok átfedés van. But when we pray, cause your will to be done on earth as it is in heaven. De amikor azt kérjük, hogy valósuljon meg a te akaratod itt a földön, úgy mint a mennyben is. There is an ultimate fulfillment that is coming in the future. Akkor van ennek egy jövőre vonatkozó beteljesedése is. Because there is coming a time on this earth. Ugyanis eljön egy nap ezen a földön. When all of the world will immediately and joyfully obey the will of God. Amikor az egész világ örömmel és azonnal fog engedelmeskedni Isten akaratának. Everything that the king that is reigning will ask, they will do. Mindent meg fognak tenni, amit a király, aki uralkodik, kérni fog tőlük. Isaiah put it this way in Isaiah 2. Az Ézsaiás 2-ben Ézsaiás ezt így fogalmazta meg. Ézsaiás 2, 2-től 4-ig. Now it will come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house will be established on the top of his mountains and shall be exalted above the hills, and all the nations will flow into it, and many people will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and listen, we will walk in his paths. For out of Zion will go forth the law and the word of the Lord for Jerusalem, and he will judge between the nations and rebuke many people. They will beat their swords into plowshares, their spears into pruning hooks. Nation will not lift up sword against nation, neither will they learn war anymore. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úrházának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Do you know the Bible says even on the bridles of the horses it will be written central holy to the Lord. Tudtátok azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy még a lovak kantárján is azt fogja írni, hogy szent, szent az Úr neve félretéve Istennek. At the end of the Bible we have this picture in Revelation 22. A Biblia végén ezt a képet találjuk a Jelenések 22-ben. Verses 3 through 5 and 14 and 15. Jelenések 22, 3-tól 5-ig, és aztán 14-15. And there will be no more curse, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will what? Serve him. And they will see his face, and his name will be on their foreheads. And there will be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they will reign forever and ever. And then we read, blessed are those who do his commandments. Notice, blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. For outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Jelenések 22:3-5. Nem lesz többi átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják, vagy szolgálják őt. És látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És 14-től, boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók, és a paráznák, a gyilkosok, és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Today we are able not to sin. Ma képesek vagyunk arra, hogy ne vétkezzünk. We can with joy and immediacy obey God's will.
megtehetjük azt, hogy örömmel és azonnal engedelmeskedünk Isten akaratának. But the day is coming when we will no longer be able to sin. De aztán eljön a nap, amikor már nem leszünk képesek többé vétkezni. The sin nature will be gone. Amikor eltűnik a bűnös természetünk. Rebellion will be gone. Eltűnik a lázadásunk. And all of the world and a new heaven and a new earth will serve him. És az egész világ egy új ég és új föld fogja szolgálni őt. The challenge in our lives. És ez a kihívás az életünkben. Is to follow his will even as it is done in heaven. Hogy úgy kövessük az ő akaratát, úgy valósítsuk meg azt itt a földön, mint ahogy a mennyben. And as we pray this prayer. És miközben ezt az imát kérjük. We pray for that day to come on the earth. Imádkozunk, hogy eljöjjön ez a nap erre a földre. A few years ago, a song was written by a man named Walt Hanna, and it was popularized by David Phelps. Néhány évvel ezelőtt egy Walt Hanna nevű illető írt egy dalt, amit David Phelps énekel. And the song looks forward to that day. És ez a dal azt a napot vetíti elő. Because of our sin nature, unfortunately, sometimes we really do battle with saying, not your will, but mine. Mert a bűnös természetünk miatt, sajnos, gyakran küzdünk azzal, hogy azt mondjuk, hogy ne a te akaratod, hanem az enyém legyen meg. In our human limitations and our sin, that can be very difficult for us. A mi emberi korlátaink közt, a bűn közt annyira nehéz ez az engedelmesség. But someday it will all change. De ez egy nap majd megváltozik. Here are the words to that song. Itt vannak ennek a dalnak a sorai. The timeless theme, earth and heaven, will pass away. Ez a végtelen történet, a föld és az ég majd mind elmúlik. It's not a dream. God will make all things new that day. Ez nem egy álom. Isten valóban újjátesz mindent azon a napon. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Eltűnik az átok, amely miatt elbuktam és elestem. Evil is banished to eternal hell. A gonosz pedig az örök kárhozatra lesz ítélve. See all around, all the nations bow down to see. Körülnézel, és minden nemzet leborul a trón előtt. The only sound is the praises to Christ our King. Az egyetlen hang, amit hallani fogunk, ami királyunk, Krisztusunk dicsőítése. Slowly the names from the book are read. Lassan felolvassák a neveket a könyvből. I know the King, there's no need to dread. Ismerem a királyt, és nincs ok az aggodalomra. Over there, there's a mansion prepared just for me. Ott áll egy ház, ami csak nekem lett elkészítve. Where I will live with my Savior eternally. Ahol örökre fogok élni együtt az én megváltómmal. No more night. Nem lesz többi éjszaka. No more pain. Nem lesz fájdalom. No more tears. Nem lesznek könnyek. Never crying again. Nincs többi sírás. And praises to the great I am. Csak dicsőség a nagy őnek. We will live in the light of the risen Lamb. És együtt fogunk élni a feltámadott bárány fényében. And as we pray that prayer. Ahogy ezt az imádságot kérjük. O God, cause your will to be done on earth as it is in heaven. Ó Istenünk, tedd azt, hogy a te akaratod úgy valósuljon meg ezen a földön, mint a mennyben. We do not give up, no matter how great the struggle. Nem adjuk fel, bármennyire is nehéz a küzdelem. Or how strong the power of evil may be. Or bármennyire is erős a gonosz ereje. For we will live in the light of the risen Lamb. Mert örökké a feltámadott bárány fényében fogunk élni. Let's pray. Imádkozzunk. Father, we confess in our own hearts and lives that so often we do not with joy and immediately obey your will. Édesatyánk, megvalljuk, hogy a mi szíveinkben, a mi életünkben
olyan sokszor nem örömmel engedelmeskedünk, és nem azonnal engedelmeskedünk neked. Because of our sinful hearts. A bűnös szívünk miatt. We dare to judge you according to our own standards. Képesek vagyunk megítélni téged a saját mércéink szerint. We dare to dictate to you the terms of our own obedience. És merünk diktálni neked a mi engedelmességünkből kifolyólag. Forgive us, O God. Bocsáss meg, ó Istenünk. We pray that you would cause your will to be done in our hearts and lives, even as it is done in heaven. És kérjük, hogy valósítsd meg a te akaratodat, a mi szíveinkben, a mi életünkben, úgy, ahogy ez a mennyben is megvalósul. And truly from our hearts we would say this to you, Lord. És a szívünk mélyéről kérjük ezt, Urunk. What you say, we will believe. Megvalljuk neked, hogy amit mondasz, azt el fogjuk hinni. What we ask, what you ask, we will do. Amit kérsz tőlünk, azt megtesszük. Amen. Amen.